folyik. Nem tereket, hanem köztereket hozunk létre. Azért, hogy a közösség ezt élvezni tudja. Nem olyan teret, aminek csak házszáma van, hanem olyat, aminek neve, funkciója és jelentősége. Büszkék vagyunk a szénatéri Volánbusz pályaudvar egykori helyén álló történelmi emlékparknak és közlekedő térnek a létrehozására, ahol naponta több ezer ember megy át, és alkalma nyílik arra, hogy elgondolkozzon a múlton, és hogy milyen történelmi eseményeknek volt a tanulja. Ehhez kapcsolódik a Margit körútnak a zöldítése, ami egyedülálló abból a szempontból, hogy egy körúton, a városnak az egyik fő közlekedési csomópontján és átmenő forgalom által leginkább érintett részén sokan kételkedtek abban, hogy lehet-e valódi zöldítést, és lehet-e fákat ültetni. Ugyanakkor egy Margit körút revitalizációja nem csak a zöldítésről szól, hanem az élettel való megtöltéséről is. Hogy azokat a gyalogos vonzó funkciókat újra oda vigyük, és újra ne üres kirakatok uralják a Margit körutat, amik a bevásárlóközpontok és a különböző nagy szolgáltatós egységeknek a létrejöttével jött létre, hanem töltsük meg kiskereskedelemmel, szolgáltatással és civil szervezetekkel, közösségi élettel. Ehhez kapcsolódik az, hogy a környező területekkel is foglalkozni kell. A Csalogány utca, Fő utca és Batthyány utcának a revitalizációja azaz elkövetkezendő időszaknak egy nagy feladata lesz. A közlekedés talán az, ami leginkább érint minden budapestit. Legyen szó közösségi közlekedésről, kerékpáros közlekedésről, és természetesen az autós gépjármű közlekedésről. Nem magányos műfaj az önkormányzatiság, abból a szempontból sem, hogy nem tudjuk azt a hatalmas, a minket folytogató agglomerációból beáramló gépjármű forgalmat önmagunkban egyedüliként kezelni. Vannak olyan útjai Budának, amit 80%-ban az agglomerációs forgalom használ. Tavaly évben felújítottuk a Szilágyi Erzsébet fasort, és segítettünk azon, hogy ez egy újra járható útszakasz legyen, és ne kráterekkel szegélyezett. A következő időszak egyik legfontosabb célkitűzése, azon túl, hogy az agglomerációt bevonjuk abba, hogy vállaljon felelősséget, és terhet is abból, hogy a második kerületieket elárasztó agglomerációs forgalom csökkenjen, P+R parkolók építésével, ami ugye egy bizonyos kézzel írt listán kihúzásra került, vagy éppen amiért határozott lépéseket fogunk megtenni, hogy a már megtervezett Budakeszi út felújítása a Budakeszi úti szakaszos buszsávval minél előbb megvalósuljon. Megvalósuljon a második, a 12. kerület, a fővárosi önkormányzat, a vízművek, Budakeszi és a kormány támogatásával. Mert nem lehet ilyen állapotban hagyni egy utat, amin naponta több tízezren közlekednek. Nem lehet az agglomerációból áramló forgalommal szemben csak úgy fellépni, hogy a második kerület P+R parkolókat indít, iskolabuszjáratot indít, miközben a Budakeszi úton a közösségi közlekedést nem lehet előnyben részesíteni, és nem lehet rajta végigmenni gyakorlatilag biztonságban most már gépjárművel. Ezért azonnali cselekvést várunk el, és összefogjuk azt a kooperációt, ami elvezet minket odáig, hogy a Budakeszi út teljes egészében megújuljon. Ugyanakkor akárcsak a Szilágyi Erzsébet fasor esetében előrelátónak kell lenni, vagy éppen gyorsan reagálni. Nem azok az önkormányzati vezetők vagyunk, akik évről évre szeretnék ugyanazt az utat feltúrni, mert először megcsináljuk a vízvezetéket, az alatta futó közműveket, majd a villamospályát, és ezt követően az útpályát, ezzel minden évben forgalmi dugókat és feltúrásokat okozva. A Budakeszi út alatt folyó vízvezeték és közműhálózatnak a cseréjével össze kell ezt hangolni, mert így spórolunk a közpénzen, így logikus és így reális. És nem mehetünk el amellett is, hogy az iskolabusz és a P+R parkolók mellett bizony a külső kerület részek kerékpáros hálózatát is fejleszteni kell. Ezért kezdeményezzük, hogy a Bubi az bővüljön a második kerületben is Hüvösvölgy irányába, hiszen a közösségi közlekedés fejlődött, az 56-os villamos pályája megújult, akadálymentes lett, és
örömmel értesültem be arról, hogy hamarosan még több KAF szerelvény áll szolgálatba az 56-os villamos útvonalán, amit ezúton is köszönünk a fővárosnak. És nem magányos műfaj azért sem, mert a legnagyobb fejlesztéseink, mint a szénatér, a közösségi liget, vagy éppen a Csalit csatárka szabadidőpark, vagy a természetvédelmi területek, azok fővárosi forrásbiztosításával és főváros közreműködésével jöttek létre. Ezért büszkék vagyunk rá, hogy közösen a legnagyobb felületű területet tudtuk természetvédelmi oltalom alá helyezni, megóvva ezzel foltos szalamandráktól, szarvasbangón át kész erdőterületeket is, úgyhogy ezért köszönet illeti. És köszönet illeti a szomszédos önkormányzatokat is, az első és a 12. kerületi önkormányzatot, mert sikerült kitörnünk abból a dobozból, ami a II. Világháború budapesti végét és az ostromot pusztán egy hősies kitörésként apostrofálja. És sikerült elérnünk, hogy nyíltan, békében, egymás történeteit meghalva, méltósággal emlékezzünk azokra az időkre, amikor Buda lakosságának a harmada odaveszett. Erről is szól az önkormányzatiság. Nem csak terekről és utakról, hanem közösségről és közös múltunk feldolgozásáról. Köszönöm szépen!